Sziasztok, srácok! Itt folytatom a mai részt. Arra gondoltam, hogy ez a rész nem berendezésről fog szólni, hanem most sztorizni fogok. Úgy gondoltam, hogy ez a húsvétről fog szólni, mert ugye húsvét lesz. Na szóval, köszönöm amúgy a kommentjeiteket, minél többet próbálok rá válaszolni, és szerintem akkor kezdjük is el. Jó van, akkor csináljunk reggelt. Ó, végre reggel van! Megöntözhetem Kittit és Lizát meg Izabellát, de remélem, hogy a gyerekek nem fognak annyira megijedni. Először kezdjük Kittivel. Há, boldog húsvétot! Húsvétot? Ha? Balázs, te vagy az! Te mit csináltál? Miért öntöztél le? Elfelejtetted? Ma húsvét van. Jaj, tényleg, de azért ennyire erősen nem kellett volna, na mindegy. Átköltözök, ma vegyük föl ezt a ruhát. Jó, mindegy. Akkor tudod a mai tervet, ugye nem felejtetted el. De hogy is, hát ez az egész a gyerekekről fog szólni. Tudom. Jól van, akkor megöntözöm a gyerekeket. Én pedig addig elkészítem a reggelit. Jól van, mindenkinek elkészítettem a reggelit. Akkor ezt elrakom, és addig nézünk valamit a tabletemen. Jó, megyek megöntözni a lányokat. Boldog húsvétot! Ha? Miért csináltad ezt, apa? Nem felejtettétek el? Ma húsvét van. Tudjuk, hogy húsvét van ma, de miért kellett ezt csinálnom? Nem voltunk rá fölkészülve. Készülhetünk volna rá. Na hát akkor miért nem csináltátok? De ez durva volt tőled, apa. Jól van, segítek felöltözni. Nem kell a segítséged. Mi egyedül is fel tudunk költözni. Na jó, jól van. Csak tréfát akartam csinálni, de úgy látom, hogy ti nem értitek a tréfát. Tök mindegy. Csak megyünk már felöltözni. Jaj, Istenem, azok a gyerekek. Jól van, öltözzünk át. Egyet értek. Így. De nem értem, hogy miért kellett ezt apunak csinálnia. Na mindegy. De vigyünk valami plüssöt azért. Menjünk reggelizni. Na mi volt, Balázs? Hát nem annyira jól sikerült, mert a gyerekek azért kicsit olyan mások, és akkor azt mondták, hogy miért kellett ezt csinálni velünk, és én gurombák voltak velem, de nem értem, pedig alig öntöztem meg őket. Jó, hadd azt úgy, mindenki azért megijed, én is megijedtem, látod. De ők még sírtak is, de amúgy mindegy, hagyjuk ezt a témát, elrakom a poharat. Jól van, várjuk meg, amíg a gyerekek jönnek. Menjünk. Amúgy, Izabella? Igen. Miért kaptál te szemüveget? Állítólag mást olvastam el, mint ami volt az újságon. Ó, hát sajnálom. Köszi. De mindegy. Amúgy se buzerál ez a szemüveg. Jó reggelt, anyu. Jó reggel, gyerekek! Miért nem köszöntök apátoknak? Mert durva volt velünk!
Na, gyerekek, azért ezt nem kell csinálni. Nem lehettek ilyen durvák apátokkal. Tudom, de azért... Na mindegy, hagyjuk ezt a témát. Majd áttérünk másra. Jó, most mindenki reggelizzen. Jó étvágyat! Jó étvágyat! Jól van, mindenki mindent megevett. Akkor most mehettek gyerekek játszani, mi addig kicsit beszélgetünk Balázsa. Jól van, jól van. Menjünk játszani, Liza. Egyetértek. Itt is vagyunk. Jól van, akkor tudod a tervet, a mai terv, hogy amíg te elmész bújtatni tojásokat, addig én fölhívom anyámékat, hogy mikor fognak majd jönni, hogy jöjjenek majd úgy délre. Igen, tudom. Azt addig én elkészítem az asztalt, ahol majd tudnak aztán a gyerekek festeni tojásokat. Igen, és akkor én pedig elbújtatom a tojásokat, aztán eljönnek ugye a szüleid, és akkor ők is leöntözik a gyerekeket, amikor nyissuk az ajtót, és akkor aztán lesz olyan kis tréfa nekik, hogy nagypapó beöltözik ilyen csirkére, és ellopja a tojásokat. Ja, ez jó tréfa lesz. Jó, akkor megyek a tojásokat elbújtatni. Jó, én addig elkészítem az asztalt. Szia! Szia! Jól van, Balázs elment. Akkor ezeket elkészítem az asztalra. Nem rakok nekik sima tojás, mert nekik mindig problémájuk van vele. Ez a sima tojás. Mindegyik gyereknek lesz kettő, hogy ne vesszenek össze egyen. Így. Ezzel fognak festeni. Jó, és addig nézzük meg, hogy milyen újdonság van. Ó, Balázs hív. Szia, készen vagy? Igen, készen vagyok. Jól van, én is készen vagyok. Elkészítettem az asztalt, ide hívom a gyerekeket, aztán pedig elmondom nekik, hogy jöjjenek tojást keresni, és aki többet szed, akkor az nyer. És akkor ugye aztán jönnek a öregek. Igen, tudom a tervet, Balázs, és én terveztem. Jól van, csak én is elmondtam. Szia, szia! Jól van, hívjuk föl anyámékat is. Szia, anyu! Szia, Kitti! Mit szeretnél tőlünk? Hát tudjátok a mai tervet, a húsvétos, igen. Gyertek úgy délre 12-re, mert addig fognak festeni és keresni tojásokat, és ha hazaérnek, akkor pedig jöhettek át, és megtréfáljátok őket. Ó, ezt nagypapa is hallja. Persze, itt vagyok. Jól van, akkor nem kell még egyszer mondanom. Jó, akkor tudjátok, mi a terv. Igen, tudjuk. Jó, sziasztok! Szia, Kitty! Gyerekek, akartok tojást festeni? Igen! Aki lesz az első, az kap pluszba egy tojást. Én leszek az első! De pakoljátok el a játékokat, jó? Én leszek az első! Gyertek! Ne, én. Gyerünk! Lá. Én értem be először! Én értem be először! Anyu kiért be először! Mind a ketten egyszerre, kicsim. Na jó, akkor senkinek se lesz plusz tojása. Úgy van. Jó, örüljetek, hogy legalább mind a kettőtöknek van új tojás, vagyis kettő tojásotok. Jól van. Akkor festünk. Jó. Én festek először. Anyu! Kész van az első tojás. Ó, de szépen festetted. Ügyes vagy, kicsim. Köszi. Másikat is befestem.
Az legyen ilyen. Így. Anyu, kész van a második. Köszi, kicsim. Jól van. Oké. Most jön Liza, add át az ecsetet. Jól van, jól van. Jól van, akkor most én jövök. Anyu, készen van. Ügyes vagy, kicsim. Rakjuk őket a hűtőbe, jó? Rendben. Aztán később megnézzük, hogy hogy fognak kinézni. Itt van a második is. Ügyes, kicsim, ügyes. Ügyesek vagytok. Ügyesek. Jól van, ti vagytok az én lányaim. Ti vagytok. Jól van, most pedig pakoljatok el. Rendben. Addig én fogok nézni valamit itt a kanapén a tabletemen. Jó. Jól van, el is pakoltunk. Ó, Balázs újra hív. Mehetünk keresni a tojásokat. Hehe. Jó. Mehetünk keresni akkor a tojásokat. De előtte még fölköszöntsük nagypapát és nagymamát. Hogy mi? Oké. Én nyitom ki az ajtót. Én! Ne veszekedjetek. Mind a ketten kinyissátok. Jó anya, jó ötlet ez. Cing-cing! Megjött nagypapi és nagymami. Nyissuk ki. Sziasztok! Boldog húsvétot! Ó, erre számíthatunk volna, mindegy, akkor mindjárt itt vagyunk, csak áttöltözünk. Rendben, rendben. Áttöltöztünk, és most ideje megöntözni nagymamit is! Boldog húsvétot! Ó, köszi. Engem alig öntöztél meg, szóval én nem öltözök át. Jó, rendben. És most tudjátok, mi vár rátok? Mi? Mondd el, léci, léci! Tojáskeresés! De jó, köszi, köszönjük, köszönjük, mert vártunk erre a pillanatra, gondoltuk, hogy lesz tojáskeresés, és tényleg meg is történt. Menjünk gyorsan oda. Rendben, édeseim, rendben. Akkor menjünk. Jól van, akkor én itt maradtam, addig elrakom a szobájukba a tojásokat. Gyorsan. Rakjuk el nekik. Jól van, Kitty, el is raktam a tojásokat. Jó, most öltözz át arra a húsvéti tyúkra. Jó, át is öltözök. Jól van, átöltöztem, és akkor várlak titeket itt. Jól van, köszönöm, apu, nincs mit, Kitty, hát a gyerekekért teszem. Jól van, szia, apu, szia, kicsim. Jó, végre. Lejöttünk azokon a lépcsőkön, és ide jöttünk a kertbe. Ó, szia Balázs! Szia Pó! Sziasztok, gyerekek! Itt tojáskeresés van, szóval remélem minél többet találtok. Akkor kezdjetek is bele! De először mondom, hogy mikor startoljatok. Én startollak el titeket, addig vegyétek a kezetekbe a kosarat. Abba fogjátok szedni. Jól van, jól van. Akkor 3. 2. Ez az. 1. Föl vagyok készülve. Kezdés! Én találtam itt egyet, ez az. Én itt. Így. Második. Én is, gyorsan! Minél többet kell keresnem. Zsupsz! Ez az. Itt bent is megnézem. Itt is.
is van egy... Itt is, ez az! Jó, még... De megyek egy ide, ebbe. Van itt egy, ez az. Jó, van itt. Itt is. Jól van, megtaláltuk az összeset. Most számoljuk össze, kinek van több. Csak Izabellának egyet még hozzá kell számolni, mert egyet megevett véletlenül. Bocsánat, semmi gond. Akkor egy... 2, 3, 4, 5, és ugye az az 1, az 6. Ügyes vagy, Izabella? Ügyes kicsim! 1, 2, 3, 4, 5, 6. A verseny döntetlen! Ez az! Jól van, akkor senki sem nyert, kicsim, tese, Liza. Ó, de pedig én úgy akartam nyerni. Én jobban, mint te. Nem, azt csak hiszed. Jól van, gyerekek, elég lesz, elég. Na jó, akkor most jön az utolsó rész a mai napnak. Meglátjátok, mert ezt nem mondhassuk el nektek, gyerekek. Na jó. Akkor menjünk haza. Nagypapó, igen, jövünk hazafele. Jaj, oké, gyorsan el kell bújnom. Így, ez mögé. Jó, legyünk csöndben. Itthon is vagyunk. Ó, nézzük meg, légy szíves a hűtőben, hogy meg-e maradtak a tojások. Na, lényegében ott-e maradtak. Hova tűntek a tojásaink? Mi nem vagyunk benne, mi leülünk a kanapéra. Boldog húsvétot! Én vagyok a húsvéti tyúk! Te loptad el nekünk a tojásainkat! Nem loptam el, csak elvettem! Keressétek meg, de ebben a házban van. Csak abban tudok segíteni. Jól van, köszönjük, húsvéti tyúk, de miért loptad el tőlünk? Hát, ez a dolgom nekem húsvétkor, szóval, hát, mindegy, menjetek keresni. Na jó, gyere! Itt vannak a szobáinkban, vagyis itt vannak a szobánkban. Itt van egy, itt is. És itt van az enyémek. Ez az! Megtaláltuk a tojásainkat! Ez az! Igen! Most menjünk vissza a húsvéti tyúkhoz! Ha? Mi az a kezedbe, húsvéti tyúk? Visszahoztuk neked a tojásokat. Jól van, úgy látom, akkor megtaláltátok a szobátokban őket. Itt van az ajándék! Erről elmondtunk egész életünkbe, köszönjük, húsvéti tyúk! Igazából én nem húsvéti tyúk vagyok. Akkor ki? Én vagyok a nagypapó! Papa! Milyen jó tréfát csináltál, ilyen jó még nem volt soha. Kicsikéim, kaptatok valamit? Nézz, anyu, apu, kaptunk lovakat, tudunk velük játszani, ez az. Kicsikéim, ügyesek vagytok. Hogy tetszett ez a nap? Imádjuk azt a napot. Örülünk, kicsikém, nem gondoltuk, hogy ennyire tetszeni fog.
Nagyon tetszett! Kivéve azt, hogy megöntöztek. De amúgy mindegy. Imádom ezt a napot! Soha se fogok róla elfeledkezni! Jól van. Srácok, ez volt a mai rész. Akkor ez szólt a húsvétról. Ennyi is volt. Sziasztok!